Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Paks 2. Szükség van az új blokkokra. Karácsonyfa. Egyre többen vesznek földlabdás, kiültethető fenyőt. Közúti ellenőrzések. A rendőrség második alkalommal osztott csokoládé Mikulást az autósoknak. Győzelem. Hazai pályán bizonyult jobbnak a szekszárdi KSC. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Pakson épülő 3+ generációs modern reaktorokra azért van szükség, hogy a 20 éves üzemidő hosszabbítás után leállításra kerülő blokkok helyére lépve fenntartsák a klímabarát áramtermelést biztosító atomenergia részarányát a hazai termelésben. Erről Lenkei István beszélt Budapesten egy épületgépészeti szakemberek számára szervezett konferencián. A Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatója azt is elmondta, hogy a beruházástól a korszerű, minden biztonsági előírásnak megfelelő blokkok mellett Magyarország azt is várja, hogy a gazdaság húzó erejévé váljon. A villamosenergia rendszer stabilitása és kiszámíthatósága, valamint az import kitettség csökkentése érdekében született döntés két új atomerőművi blokk építéséről. Nem vetélytársai, hanem éppen ellenkezőleg jó kiegészítői egymásnak a megújuló források és az olcsón, megbízhatóan, klímabarát módon termelő atomenergia, mondta el Budapesten egy épületgépészeti szakmai konferencián Lenkei István. Hozzáfűzte, hogy a Pakson épülő 3+ generációs modern reaktorokra azért van szükség, hogy a 20 éves üzemidő hosszabbítás után leállításra kerülő blokkok helyére lépve fenntartsák a klímabarát áramtermelés biztosító atomenergia részarányát a hazai termelésben. Mit vár még a új biztonságos blokkok mellett Magyarország ettől az építkezéstől? Azt várja, hogy a magyar gazdaság egyfajta húzóerejévé tudjon válni. Ennek az áloga az, hogy 40%-os magyar ilyen beszállítói részén legalább legyen meg. Az, hogy az erőművet meddig építjük, egy nagyon fontos kérdés, de ennél még fontosabb, hogy megfelelően készítsük elő, és a szükséges műszaki dokumentáció és engedélyek rendelkezésre álljanak. Erről már Horváth Miklós engedélyezési és felügyeleti igazgató, a társaság vezérigazgató helyettese beszélt. Azt mondta, a magyar nukleáris szabályozás a szigorú nemzetközi rendszer szerves része, s mint ilyen igen komoly elvárásokat támaszt az atomenergia alkalmazóival szemben. A Paks 2 atomerőmű ZRT műszaki igazgatója Kovács Gábor épületgépészeti oldalról megközelítve beszélt az atomerőmű beruházásról. Azt mondta, minden rendszert, legyen szó akár fűtésről vagy szellőzésről, ugyanolyan szigorú elveket figyelembe véve terveznek meg és építenek ki, mint a primerköri berendezéseket. Három oktatási intézmény újult meg Kurdon, a település két iskolája és az óvoda is energetikai korszerűsítésen esett át, a munkák a területi és település fejlesztési operatív program támogatásával készültek el, amihez az önkormányzat 12 millió forinttal járult hozzá. Sűsámolt magában még nagyon szomorú, nagyot recsen most a tető, sűsámolt kiabált. A kurdi óvodások versenyt készültek az avatásra érkezők köszöntésére. Az avisok mellett az iskolások is örülhetnek a megújult intézménynek, hiszen gyakorlatilag a teljes belső építészete megiszépült mind a három épületnek, és a kisiskolásoknak nem kell már télen az udvaron keresztül vécére járni. A korszerűsítések összesen 100 millió forintot emésztettek fel a területi operatív program finanszírozásából, melyben az önkormányzat 12 millió forintnyi részt vállalt. Nem csak amiatt, hogy már kevesebbet ért a pénz 2016 óta, hanem azért is, mert szerettük volna kiegészíteni olyan dolgokkal, mint itt a csempeburkolat, illetve az óvodánál statikai problémákat is meg kellett oldani, ott a födémet meg kellett erősíteni. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a kormányzat és a megyei önkormányzat is kiemelten kezeli az oktatást és a gyerekeket érintő beruházásokat. Én látom, meg tudom azt, hogy a gyerekeknek mit jelent az, hogy egy
korszerű, modern, tiszta, világos, meleg iskolába kell járniuk, és ott kell az első cseppeket a tudásból meríteniük. Azt hiszem, hogy erre ez csodálatosan jó lesz az épület, és ez ugye már nem az első itt a járásba sem, a megyébe sem. Azt gondolom, hogy a jövő nemzedékeit építgetjük szépen apránként, téglánként, darabonként, gyerekenként, és ez úgy néz ki, hogy működik. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról is szólt, választókörzetében majd minden településen segíteni tudták az egészségügyi és az oktatási intézmények korszerűsítését, és ez a családok évében különösen fontos lépés. Választókörzetben az elmúlt egy-másfél évben szinte nem volt olyan település, hogy valamilyen fejlesztést ne adtunk volna át. Ezek egyrészt voltak helyi orvosi rendelők, ezen kívül pedig számos óvoda és általános iskola, akár kisiskola, akár pedig felső tagozati iskolának az épülete újult meg, úgyhogy öröm számomra az, hogy szinte mindenhol jutott pénz a fejlesztésre, a kormánynak, illetve uniós fejlesztési forrásoknak köszönhetően. Nem kérhetnek a kórházak ágypénzt azoktól a szülőktől, akik az osztályon fekvő gyerekeik mellett akarják tölteni az éjszakát, sőt, biztosítani kell nekik az ehhez szükséges feltételeket. Ez áll az alapjogi biztos friss állásfoglalásában. Székely László szerint súlyosan aggályos, indokolatlan korlátozásokat tartalmaznak a kórházakban kezelt gyermekek mellett tartózkodó szülő elhelyezésének feltételei. Díjat kérni ezért pedig törvénytelen. 2010-ben már készült egy hasonló ombudsmani vizsgálat, a mostani jelentés viszont azt írja, hogy az abban leírt minimum feltételek azóta sem teljesültek, mert nincs egységesen szabályozva, hogy miként tölthetik a szülők gyermekeit mellett az éjszakákat a hazai kórházakban, hanem arról az intézmények maguk dönthetnek. 1000-től akár 20 000 forintig is terjedhet a karácsonyfának szánt fenyők ára. Legolcsóbban az egészen apró lucokhoz lehet hozzájutni, de egyre többen vesznek jóval drágább, ám szebb normand fenyőt is. Sőt, a földlabdás tavasszal kiültethető karácsonyfákra is egyre nagyobb az igény, ezeknek viszont már nagyjából 15 000 forint darabja. Ez a normand fenyő, ez az egyik legkedveltebb fenyő a vásárlók körében, mert nem hullatja a levelét, sokáig szép zöld marad. A drágább, de szebb és tartósabb normand fenyőből viszik el a vevők a legtöbbet. Ezt mondja a szekszárdi Szépkertfa iskola főkertésze. Náluk már most sokan érdeklődnek a karácsonyfák árai után, ezért jó előre felkészültek. 700 négyzetméteren nagyjából 700 fenyőfát terveznek az ünnepig eladni. Ugyanekkor a fenyő vágottban az mondjuk maximum 9 000. A fenyőfák árai 1000 forinttól akár 20 000 forintig is terjedhetnek. A legolcsóbbak az apró lucok, a legdrágábbak pedig a tavasszal kiültethető földlabdás normandok. Ezeknek az ára 15 000 forint körül mozog. A szakértő azt mondja, egyre többen keresik ezeket. Leginkább normand fenyőt és ezüst fenyőt tartunk nagy választékban. Ebből elsősorban a földlabdás fákat keresik nálunk a vásárlók, minket erről ismernek, hogy nálunk nagy választékban tudnak választani. A földlabdás fenyőket tavasszal érdemes kiültetni, különös bánásmódot nem igényelnek, csak arra érdemes figyelni, hogy lehetőleg meszes talajba kerüljenek. Terepjáróval ütközött össze egy menetrend szerint közlekedő vonat Tolna megye határában Pörbőjnél. Az autó épp le akart kanyarodni egy mellékútra, ekkor csapódott bele a vonat. A balesetben 2 sérültek meg. Edzőtermi kondigépeket és boxzsákokat rongált meg egy 24 éves gyönki férfi, miután felfeszítette a helyi edzőterem ajtaját. Hogy miért tette a különös cselekményt, azt nem lehet tudni, a rendőrök viszont hamar elfogták, és mivel a rongálásokkal összesen mintegy 400 000 forint értékű kárt okozott, eljárást is indítottak ellene, egyelőre szabadlábon védekezhet. 300 Mikulás csokoládét osztottak szét a rendőrök Tolna megye szerte a szabályosan közlekedő autósoknak. Ez volt a második ilyen akció a megyei rendőrfőkapitányság részéről. Az akció üzenete, hogy az állampolgárok ne csak mint büntetőszerv gondoljanak a rendőrségre, hanem a biztonság és a rend fenntartójaként is. Zombán ellenőrzik a rendőrök az autósokat. Elsőre meglepő a 2 rendőrautó is az 5 egyenruhás az útszélén. Hiába közlekedünk szabályosan, egy rendőrségi leintés általában stressz helyzetet jelent a vezetőnek. Van egy kis stressz az emberben, hogy a sűrűn nem állítottak meg, de hát
betartjuk a szabályt. Pont a hasonló érzéseket hivatott eloszlatni a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztálya december 6-ai akciójával. Kollégáim a mai napon közúti ellenőrzéseket hajtanak végre a megye különböző településein, adhok jelleggel, az egész nap folyamán. Aki a baleset megelőzési akcióban minden szempontnak megfelel, szabályosan közlekedik, semmiféle szabályszegés nem állapítanak meg vele szemben a kollégáim. Ők egy Mikulás csokit kapnak ajándékba a rendőröktől, ezzel is kicsit kedveskedünk az állampolgároknak, és megmutatjuk azt, hogy a rendőrök nem csak büntetni tudnak, hanem különböző kampányok keretében esetleg ajándékokat is adhatnak az állampolgároknak. A második alkalommal megszervezett baleset megelőzési programon 300 darab Mikulást osztottak szét az autósoknak. Egyelőre még csak az van, hogy ellenőriztek helyesen. Minden rendben volt? Minden, remélem rendben volt, úgyhogy a rendőröktől ezt várom el, hogy korrekt, normális ellenőrzés legyen, én meg korrekt, normálisan viselkedjek. Gratulálok, köszönöm szépen, kedves hölgyem, örülök neki, hogy rendben voltak a dolgaim, és örülök neki, hogy korrekt volt a vizsgálat. Reggel Hőgyészről indult az ellenőrzés, Kétyen keresztül Zombán át, majd délután Öcsény, Decs és Sárpilis irányában folytatták a programot. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság január 1-jére is készül hasonló akcióval. Bankok, állami szervek, közüzemi szolgáltatók honlapjait is másolják az adathalász honlapok. Az internet egyre nagyobb arányú lakossági használatával a csalók és különböző pénzszerzési módszereik is napról napra bővülnek és változnak. Ezért is fontos, hogy mindig körültekintően netezzünk, személyes adatokat és bankkártya számot pedig csak biztonságos és ellenőrzött honlapon adjunk meg. Legutóbb Bonyhádon a szenior korosztálynak tartott a témában előadást egy internetes csalásokra specializálódott szakjogász. Akár a Skype-on, akár a Viberen, akár a Messengeren már nem csak hagyományos telefoni jellegű hívást lehet indítani. Nem csak az internet veszélyeire, hanem a lehetőségekre is kitért a szakjogász a szenior korosztálynak az internet használatról tartott előadásában. Bonyhádon a Vörös Marti Művelődési Központ szervezte meg a Safer Internet program keretében a tájékoztatót. A tapasztalat azt mutatja, hogy az idősebb korosztály között is egyre elterjedtebb a mindennapi internet használat. Kaptam egy okostelefont, ezen van Facebook, ezt akarok vele megtanulni valamit, de szoktunk egyébként interneten is, a férjem szokott kérni, amikor szükséges, pont karácsonyra is volt rá példa. Baracsi Katalin jogász hangsúlyozta, az internet folyamatosan bővülő térnyerésével a csalási módszerek is napról napra változnak. Legutóbb a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében hamis elektronikus levélben adóvisszatérítésre hivatkozva próbáltak személyes ügyfél adatokat szerezni a csalók. Kifinomultabb módszerekkel találkoznunk, és nagyon fontos az, hogy az adathalász levelek közül még mindig az a leggyakoribb, amikor mondjuk valamilyen hatóságot színlelnek, és egyre kifinomultabbak az ilyen típusú levelek, hiszen pontosan az interneten fellelhetőek már az adott szervezetnek az arculati elemei, egy egyszerű billentyű kombinációval letölthető ez a kép, és az emberek már annyira kreatívak, hogy tudnak fogalmazni egy hivatalosnak tűnő levelet. Ilyenkor nagyon gyakran a banki adatokhoz, információkhoz szeretnének hozzáférni, és nyilván egy külön terület maga az internetes bankolás. A szakjogász kiemelte, az állami szervek, bankok, akár közüzemi szolgáltatók semmilyen esetben nem kérnek személyes adatokat, bankkártyára vonatkozó információt e-mailen keresztül. Hozzátette, ezek a csalások kikerülhetőek, ha józanul végig gondoljuk az adott szituációt, de érdemes a honlapot is leellenőrizni, mielőtt gondolkodás nélkül megadnánk személyes adatainkat. Adventi családi estet rendeztek a tanárok Tolnán a helyi Szent Mór katolikus általános iskolába járó gyerekeknek és szüleiknek. Az iskola nagy előadójában megtartott rendezvényen a gyerekek az ünnepvárással kapcsolatos meséket hallgathattak meg tanáraik tolmácsolásában, zenefoglalkozáson vehettek részt, sőt még bibliai ételeket is kóstolhattak. Nagyon sok szülő vett részt, és gyerekekkel együtt barkácsolták a koszorukat, amit az Egyházmegye támogatásával szintén pályázatos forrásból tudtunk finanszírozni. Továbbjutással felérő győzelmet aratott az atomerőmű KSC az Európa Kupa H csoportjának utolsó előtti fordulójában. A szekszárdiak újra remek egyéni teljesítményekkel fokozatosan gyűrték le hazai környezetben az addig csoport első szlovák rúzsemberekot. Nem a véletlen műve, hogy a szlovák rúzsemberek, nekünk persze Rózsahegy,
Eddig az élen állt az Európa Kupa hátcsoportjában, és 7 ponttal odahaza a későn hajrázó szekszárdi csapatot is legyőzte. Az első negyedben, a visszavágón, az Ellenberg Jeffrey Sisnájtjen légiós trió a szekszárdi szurkolókban félelmet keltően vitte előre a szlovák élcsapatot. A KSC mintha egy picit ekkor az öltözőben maradt volna. Látszott, hogy utoljára 3 hete lépett pályára a csapat a válogatott szünet miatt. De aztán minden álomszerűen összeállt. Mind a gyorsindításban, mind a felállt védelem elleni játékban fokozatosan a ruzsomberok fölé nőtt a hazai csapat, a közönséget ezzel lázba hozva. A két magas ember, McCall és Bishop a támadásban szinte extrát nyújtott, de az irányítók Studer Ágnes és Frida Elderbrink is mondhatni nemzetközi nívón mozgatta a csapatot, kiismerhetetlenül játszottak, miközben a csapat védekezésére sem lehetett panasz. A szlovákok 15 pontos 87-72-es vereségében bizony tényező, hogy amíg a ruzsomberok nem tudta minőségi cserékkel pihentetni a két amerikait és Sisknájtjét, addig a KSC-ben Jovanovicsnak, Kisvirágnak, Gereben Líviának bizony voltak fontos momentumai és pontja is. Volt gyorsindítás gólokat, volt szép figurák, amit nagyon hosszú türelmesen játszottunk. Úgyhogy én azt érzem, kezdünk alakulni. Ezzel a győzelemmel biztos továbbjutó az Európa Kupa H-csoportjában a KSC Szekszárd, függetlenül attól, hogy mi lesz az eredmény az árufordulóban a cseh Nymburk otthonában. Regionális híreink következnek. A Balaton régió közbiztonságáért 4 vehették át a díjat. Kizárólag lopott járműveket tudnak kiszűrni, nem büntetnek a villogtatásért. Segítik az önkénteseket a katasztrófavédők, eszközöket kaptak a megyei tűzoltó szervezetek. Tizenhatodik alkalommal adták át a Balatoni régió közbiztonságáért díjakat Siófokon. A Balatoni Fejlesztési Tanács közbiztonsági testületének döntése értelmében az idén a hagyományoktól eltérően 3 helyet 4 díjazottat választott a bizottság. A Somogy megyéből 2 is a díjazottak között voltak. Ünnepélyes díjátadó a siófoki polgármesteri hivatal házasságkötő termében. Az idén 7 kitüntetésre javasolt személy neve érkezett a díjbizottsághoz. Olyan személyek voltak ők, akik életútjuk vagy az adott esztendő tevékenysége alapján valami kiemelkedőt alkottak. A hosszú viták után nem tudtunk dönteni. Egyébként 3 díjat terveztünk átadni, de annyira egyformán jó felterjesztések voltak, hogy a díjbizottság tagjai végül a Balatonfejlesztési Tanács elnökéhez fordultak, hogy az idei esztendőben rendkívüli módon egy 4. díjnak a forrását is biztosítsa, és ezt meghallgatásra került, így idén 4 díjat tudtunk kiosztani. Az idei jelöltek és díjazottak között volt Siófok hivatásos tűzoltó parancsnokságának parancsnoka Kekecs Károly Richárd is. Vezetői szerint sokat tett a Balaton biztonságáért. Az a kollégánk jelesül a siófoki tűzoltóparancsnok, ő sokat tett ebbe az ügybe, ezért dolgozott, és az irányítás alatt lévő kollégák is ebbe az ügybe a Balaton biztonságáért nagyon sokat tettek. Kekecs Károly bár rendőrnek készült, majd 20 éve tevékenykedik tűzoltóként. Nem gondoltam bele, hogy én ezt valahol meg fogom kapni, és nem ezért csinálja ezt az embert, ezt a hivatást, hanem azért, hogy segítsen az embereken elhivatottságból, és őszintén szereti is csinálni. Hát felkavaró, jól esett nagyon. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság ezredese Pungor János is a díjazottak között szerepelt. Elsősorban a nagy rendezvényeken, a többi között a Balatonszandon és a Strandfesztiválon nyújtott kiemelkedő munkájáért kapta az elismerést. Ez a díj nálam testesül, de a kollégáim munkájának az elismerése. Velük együtt tettünk mindent, és az ő munkájuknak köszönhetően kaptam én ezt az elismerést. A tavalyi évhez képest javultak a köz- és vízbiztonsági mutatók is. Még a tavalyi szezonban 21 halálos áldozatot követelt a tó, az idén 7-et. Csökkentek a közlekedési balesetek is, így összességében a szakemberek szerint csendes, nyugodt szezon volt a 2018-as.
Villogtatásért bírságoltak meg egy férfit Baranyában, ez az álhír terjedt az elmúlt napokban az interneten. Az eset kapcsán a Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke tartott tájékoztatót. Cseh László elmondta, a rendszám felismerő rendszer nem mér sebességet, nem rögzít felvételt, így nem ilyen jellegű bírságokra használják. Ugyanis ha a polgárőrség teljesít önálló szolgálatot, az eszköz kizárólag a lopott gépjárművek kiszűrésére alkalmas, csak rendőri azonosítóval érhető el több információ az autókról. Az elnök hozzátette, villogtatásért eddig sem, és ezután sem büntetnek sem a rendőrök, sem pedig a polgárőrök. Egy 20 évre vezethető vissza, mondta Cseh László a rendszámfelismerő rendszerről. A Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke egy nemrég megtörtént eset kapcsán tájékoztatta a sajtó képviselőit a rendvédelmi szervek közutakon végzett feladatairól. Ezt a bejegyzést sokan megosztották már a közösségi médiában. A képek tulajdonosa azt írja, azért állították és bírságolták meg a rendőrök, mert a szembejövőknek jelzett, hogy sebességmérésre számíthatnak. Ez azonban nem helytálló, emelte ki Cseh László. Az elnök elmondta, a rendszámfelismerő rendszert a polgárőrök kizárólag a lopott gépjárművek kiszűrésére használják, ha önálló szolgálatot teljesítenek. Abban az esetben, hogyha rendőrrel közös szolgálat, mint az ominózus esetben is volt, van, akkor egy kicsit bővebb, akkor tudja a körözött autókat, a körözés alatt lévő tulajdonosokat kiszűrni, a biztosítása nem rendelkező forgalomból kivont gépjárműveket, illetve a keresett gépjárműveket is kibírja szűrni forgalomból. Baranyában egyébként 3 ilyen eszköz áll a polgárőr egyesületek rendelkezésére. A rendszer tehát nem a sebességet méri és nem is rögzíti a felvételt. Egy ilyen mobiltelefonra szerelhető széles látószögű optika az, ami ezt a feladatot ellátja. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy villogtatásért sem bírságolják meg a sofőröket. Ezt a rendőrség is megerősíti közleményükben. A villogtatással abban az esetben, hogyha nem zavarja a szembejövő embert, akkor nyugodtan lehet. Illetve egy nagyon jó példa erre a villogtatásra az, amikor egy villantással jelezzük azt, hogy az elsőbségünkről lemondunk és kiengedünk egy kereszteződésből autót, az is a kapott szerintem Magyarországon, sőt mondhatom Magyarországon még senki büntetés. Cseh László hozzátette, a rendszámfelismerő rendszer az állampolgárok érdekeit szolgálja, hiszen ha egy esetleges balesetnél derül ki, hogy a károkozónak például nincs biztosítás a gépjárművén, akkor a károsultnak jóval több időt kell várnia, még hozzájuthat a pénzéhez. Az elnök hangsúlyozta, az eszköz nem Trafipax, de a sebességmérés nem is tartozik a polgárőrség feladatkörébe. Idén is pályázhattak a megyei önkéntes tűzoltó szervezetek az új eszközökre. Ezeket a Baranyai Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködésével kapták meg kedd délután. Több millió forintnyi érték került így a sikeresen pályázó szervezetekhez. Tűzoltókészülékek, lámpák, tömlők és egyéb felszerelések sorakoznak a Baranya megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság épületében. Ezeket az eszközöket osztották szét a megye önkéntes tűzoltó szervezetei között kedd délután. Minden évben pályáznak az önkéntes szervezetek, hogy eszközökhöz jussanak. Pályázat hirdetés, a pályázaton nyert eszközök átadása követi. Ebben az évben most történt meg ezeknek a pályázati eszközöknek az átadása. Sikeresen pályáztak a Baranya megyei szervezetek. Körülbelül 2 millió forint értékben polgári védelmi pályázaton, és körülbelül 10 millió forint értékben tűzoltó pályázaton nyertünk eszközöket. Az eszközöket központilag szerezte be az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ezeket hozták le Budapestről a pécsi igazgatóság munkatársai, és adták át az önkéntes szervezeteknek kedd délután. Adófórumot tartottak szerdán a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Ezen az érdeklődők hallhattak többek között az áfát érintő jövő évi változásokról, de sorra vették a megyei NAV szervezetétől érkező előadók és különböző adózási formákat érintő változásokat is. A személyi jövedelem adóról egy nyári törvénycsomag döntött, amit összepontosítottak, ez alapján jár például a családi adókedvezmény az érintetteknek jövőre. A családi kedvezmény igénybe vehető összege nőtt a két gyermekes családoknál. Két gyermekes családok esetében kedvezményezett eltartottanként 20 000 forint lesz az a kedvezmény, ami a jövedelemadótételt havonta csökkentheti. Egy gyermekes családok esetében maradt a havi 10 000 forintos eszi a csökkentőtétel, három vagy több gyermeket nevelő családok esetében pedig kedvezményezett eltartottanként maradt a 33 000 forintos csökkentőtétel. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Paks 2, szükség van az új blokkokra.
Karácsonyfa. Egyre többen vesznek földlabdás, kiültethető fenyőt. Közúti ellenőrzések. A rendőrség második alkalommal osztott csokoládé Mikulást az autósoknak. Győzelem. Hazai pályán bizonyult jobbnak a szekszárdi KSC. Tolna megyében pénteken jelentősen enyhül az idő, erősen felhős, illetve borult lesz az ég, legfeljebb rövid időre bukkanhat elő a nap. Estig említést érdemlő csapadék nem hullik, gyenge délies szél fúj majd, éjszaka egy kiterjedtebb csapadékzóna húzódik fölünk, emiatt mindenütt számítani kell, sajnos nem hóra, hanem esőre. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik megújult tolnatalj.eu honlapunkon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahová képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!